Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék reagálni Giant Green Sparkling Duck videójára, amelyet a YouTube-on találtam, amelynek címe Gyermekverés a Bibliában, és azon kívül. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Annyit el szeretnék mondani, hogy én azt javaslom minden szülőnek, hogy tartsa magát azokhoz a törvényi szabályozásokhoz, amelyeket a magyar állam meghatározott, amennyiben azok nem kényszerítik rá, hogy megszegje azt, amire az atya utasítja. A gyermekverés egy kiküszöbölhető dolog, hogy aztán mennyire sikeres lesz a nevelés, azt nem tudom, de én nem javaslom senkinek, hogy emiatt összeütközésbe kerüljön a hatóságokkal, mert egy másik nagyon fontos gondolat az, hogy nekünk tekintettel kell lenni arra, hogy mi az, amit a világ meghatározott, és együtt kell élnünk azokkal a rendszerekkel, amelyeket ők hoztak, amennyiben azok nem kényszerítenek arra, hogy letérjünk a helyes útról. Nyilván mindenki eldönti magának, hogy milyen fegyelmezési módszereket alkalmaz, és hogy milyen gyereket szeretne magának a jövőben, és az, hogy én mit gondolok, az nem feltétlenül kell, hogy szerepet játszana abban, ahogyan az emberek rendezik az életüket, én csak elmondom azt, amit az írások állítanak, mindenki kezd azzal azt, amit szeretne. Vizsgáljuk meg azon bibliaverseket, amelyek kapcsolódnak a témához. Kezdjük a rövid videóban is említett részekkel a példabeszédekből. Ezért kezdtem úgy az előző videóban, hogy nekünk nem kell figyelembe vennünk azt, hogy a világ mit állít arról, ami helyes vagy sem. Hogyha figyelembe vennénk, akkor el kellene fogadnunk a melegházasságot, az egész gender vagy gender propagandát, járhatnánk mesztelenül az utcán, folyamatosan dorbézolhatnánk, nem kellene foglalkoznunk semmivel, csak a pillanattal, és élni annak, hogy boldogok legyünk, elfeledkezvén minden másról. Magunkat helyezvén a középpontba, aztán mindenki más csinál azt, amit akar. A nagy szavakat használhatnánk, hogy mi mindenkit szeretünk, meg befogadunk, meg várunk, közben pedig cselekedeteinkkel valami egészen mást demonstrálnánk. Dohányozhatnánk, káromkodhatnánk, ihatnánk, hiszen ez mind hasznos, kicsi mennyiségben, hogy levezesse a stresszt, a depressziót előzze. Kielégíthetnénk primitív vágyainkat vásárlással, vagy utazással, vagy étterembe járással, mint ahogyan az emberek túlnyomó többsége teszi. Hogyha ez normális számukra, hogyha a tudomány bebizonyította, hogy mindez normális, sőt szükséges, nem fogadjuk el mindezeket, és dobjuk ki az egész Bibliát, és mondjuk azt, hogy mi találtunk egy jobb módszert, hisz lényegében erről beszél ez az ember. Azt állítja, hogy találtunk jobb módszereket az élet rendezésére, mint azt, amit a teremtőnk leírt. Én nem arra biztatok senkit, hogy ezt alkalmazza, én csak azt mondom, hogy ez az, ami le van írva. Nem számít, hogy ő vagy a tudományos kutatásai, vagy bárki mit mond. Az, hogy az atya jóvá hagyta, sőt, a példabeszédekben erre inspirálja az embereket, azt jelenti, hogy ez hatékony és jó módszer. Ő szerinte, hogy a világ mit mond, vagy alkalmazzuk-e ezt, az egy másik kérdés. Most arról van szó, hogy mi az, amit ő jóvá hagy. Úgyhogy nem kell elnézést kérni azért, mert Elohim vagy az atya jóvá hagyja a fizikális fenyítéket. Egyértelmű, hogy jóvá hagyja. Nem kell erről beszélni olyan sokat. Jóvá hagyja, az kész. Szerinte jó, pozitív, hatékony. Tessék. Dönts el mindenki, hogy ki az ostoba. Dönts el mindenki, aki hívő, hogy próbálja meg a kettőt közös nevezőre hozni, vagy kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy járhasson a világgal közelebbi kapcsolatban. Ugyanis az engedetlen gyermekbüntetése halál. Második törvénykönyv 21.18.21. A következő szakasz, ami nem igényel semmiféle egzegetikai vagy hermeneutikai munkálatot, csak egyszerű és egyértelmű, hogy mi az, ami le van írva. Hogyha a gyereket nem lehet megfenyíteni, nem tudja az ember semmilyen módszerrel rákényszeríteni arra, hogy engedelmes legyen, akkor nincsen semmi értelme, hogy ezt a közösséget tönkre tegye az. Arról van szó, hogy egy teokráciában, ahol Elohim ott él az emberekkel, ahol az ő papsága az, aki gyakorolja a hatalmat. Ott ez van, ez volt, ez lesz. Tetszik-e vagy sem, egyetérte ezzel a szülők többsége vagy sem, vagy a tudomány mit állít, teljesen mindegy. Az ő 1000 éves királyságában így lesz. Az ő örök királyságában így lesz. Nagyobb erőt vagyunk képesek kifejteni, miközben csúnyán beszélünk. Ez mindsetpszichologia.hu. A Stanford Egyetemen kapcsolatot találtak a csúnya beszéd használata és mások által megítélt őszinteség között, aki többet káromkodott, mások szemében őszintébbnek tűnt.
Fogadjuk ezt is, és mostantól káromkodunk csak azért, mert ők azt mondják, hogy a tudomány azt állítja, hogy pozitív hatásai vannak, alakítjuk át az egész Bibliát, és mondjuk azt, hogy Isten ostoba. Nincs is tiltva a gyermekverés, sőt a gyermekek halálbüntetése sincs tiltva a Bibliában. De ez nem probléma. Nekem nem kell bocsánatot kérni, vagy azt mondani, hogy hú, ez egy arkaikus könyv, Isten nem tudta, hogy mit akar, vagy megpróbálni értelmezni, hogy hogyan is lehet. Ő úgy gondolta, hogy ez így helyes, és én egyetértek vele. Van egy másik nagyon fontos dolog, amit szem előtt kell tartani a halálbüntetéssel kapcsolatban a Bibliában, az pedig a következő. Akár gyerek esetében, akár férfi, akár nő, öreg, fiatal, teljesen mindegy, milyen bűnös esetében, ha végrehajtanánk a halálos ítéleteket mindig, akkor nem tudnánk megtérni. Ha mindenkit mindig kivégeznének, meg halálra ítélnek, és végrehajtanák azt rajta, amikor az bűnt követel, akkor senki nem kerülhetne oda hozzá az örök élethez, a mennyei királyságba a végén. Lévén, hogy nincsen teokrácia a világban sehol, ezért a halálbüntetés nem kell végrehajtanunk már. Fölösleges arról beszélni, hogy meg kéne ölni ezt, vagy meg kéne ölni azt. Egy rakás embert meg kellene ölni, mindannyiunkat meg kellett volna ölni már réges-régen. De akkor nem lett volna lehetőségünk megtérni. Szóval visszamenni ezekhez a törvényekhez nem célszerű, mert nem fog bemutatni egy valós képet arról, hogy mi a helyzet most. Nem azt mondom, hogy ennek nem ez lesz a büntetése. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!